2020. március 21. A Fidesz rezisztens forradalmárok a rendszerváltásért nevű csoportban megjelent írás. Írta. Zsebesi Zsolt. Címe. Magyarország szájmaszk, vírusteszt, társadalmi összefogás helyett diktatúrát kap. A német hatóságok riadót fújnak. Csak az éjszaka ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban. Máig összesen 20 ezer fertőzöttről tudnak a vírus terjedésének sebessége meghaladja az Olaszországban tapasztaltat. Európa szerte megtapsolják a polgárok az egészségügyben dolgozókat az áldozatos munkájukért. Úgy vélem ez nálunk is kijár nekik, de, ironikusan közelítve, a vastaps mégis a magyar demokratikus ellenzéket illeti, amiért idáig hagyta fajulni a dolgot. Senkit ne tévesszem meg, hogy a hivatalos, ám de hazugadatok szerint, Magyarországon naponta csak néhány tucat fertőzést regisztrálnak, mert ez ellentmond a matematika törvényeinek és minden józan becslésnek, egyedül a kormányfő akaratát tükrözi. Orbán Viktor minden eszközzel el akarja oldázni a fertőzés valódi nagyságának beismerését egészen addig, amíg a szükséges védekezési eszközök legalább egy része megérkezik az országba. A vastaps felállva és ironikusan értelmezve a magyar Magát demokratikusnak nevező ellenzéket is megilleti, amely a miniszterelnök úrhoz címzett napi rendi kérdésekkel teljesítetnek vélte a feladatát, és úgy gondolta, az interpellációival és az értelmetlen, mert napi rendre sem tűzött törvényjavaslataival meg is dolgozott a béréért, képviselte a választóit, a korlátozott lehetőségek között megtette a magáét. Most, hogy Orbán Viktor formilag is kiiktatja, mert tartalmilag már pont tíz éve ki van iktatva, az ellenzéket az ország irányításából, lakatot tesz a parlament bejáratára, kizárva az országgyűlést a hatalom ellenőrzéséből. Valamennyi ellenzéki képviselő úr hátradőlhet a székében. Innen már tényleg a nagy semmiért veszik majd fel mindannyian a megemelt fizetésüket, ami igazán jól fog mutatni annak fényében, hogy ezzel egy időben százezrek veszítik el az országban a munkahelyüket és megélhetési forrásaikat. A magyar kormányt az nem zavarja, hogy Európa legtöbb országában, Európa gazdagabb és szegényebb országaiban egyaránt rendkívüli anyagi támogatásban részesítenek szinte mindenkit, aki a koronavírus pandémia miatt nehéz helyzetbe került. Azért. Mert Orbán Viktorik az elmúlt tíz évben saját maguk rapid gazdagodására, nemzetközi sportesemények finanszírozására, idióta mértékű stadionépítésre, látványsportokra verték el a közpénzét, mára nem maradt a költségvetésben egy gara sem a magyar emberek kisegítésére a koronavírus okozta gazdasági válságból. Mivel a magyar kormány pénzzel nem fogja tudni kivásárolni magát abból a csapdából, amibe a saját hibájából, a Fidesz vezetőinek kapsiságából és a kormány fejének drága labdarúgó és sportmániájából került, most erővel, a társadalom demokratikus szabadság jogainak korlátozásával. Katonai és rendészeti erőkkel igyekszik magát bebiztosítani a rövid időn belül a joga kitörni várható nép haragal szemben. Mert itt az ideje, hogy a Orbán Viktornak valaki végre azt mondja, hogy ebből most lett elég, és a véleményéért keményen ki is merjen állni. Semmi nem indokolja egy fegyelmezett országban, amilyen Magyarország a demokrácia további korlátozását. Magyarországon, ahol senki semmilyen szabotást nem kokáztatott meg a gyűlölt hatalom ellen. Ahol mindenki fegyelmezetten veszi tudomásul, hogy elvesztette az állását, hogy nincs kocsma, színház, mozi és igazán semmi hogy az állam képtelen biztosítani a védelmet a vírus ellen a polgárai számára, mert nem tud nekik sem szájmaszkot, sem fertőtlenítőt, sem minimális kompenzációt adni az őket ért veszteségekért. Mit szeretne még Orbán? Már azon kívül, hogy az övé legyen az abszolút hatalom és ne legyen társadalmi erő, szervezet, média, amely büntetlenül beleszólhat a hatalom dolgaiba, horribile digitu, bírálni meri azt, esetleg kimondja, hogy hazudik. Ma állami retorzióval fenyegetik azokat, akik az igaz mondásukkal keltenek zavart a társadalomba. Immár a parlamentre sincs szükség, ahol esetleg megkérdezik a hatalomtól, hogy miért így, és miért nem úgy, miért csak most és miért nem korábban, hogy mégis mit tesz a magyar társadalomért a magyar néptől kapott felhatalmazás, és a társadalom forint milliárdjainak birtokában. Magyarország mára a koronavírus és Orbán Viktor fogja lett. Míg a koronavírussal szemben előbb vagy utóbb kiszámítani lehet egy bevethető vakcina kifejlesztésére, addig az Orbáni diktatúra az egyébként is sóhivatalként működő parlament kiktatásával teljesen és végzetesen elszabadulni látszik minden kontroll alól. Végzetesen elveszítjük az ellenőrzést a saját hazánk felett, az ország irányítása egy ember. Egy elme háborodott kezébe kerül, mégpedig egy olyan válságos időszakban, amikor a legnagyobb szükség lenne a kollektív bölcsességre, a legszélesebb konszenzuson alapuló kreatív összefogásra. Akár hányan halnak is bele a koronavírus okozta járványba Olaszországban, Németországban vagy bárhol a világon, ma úgy tűnik a pandémia első számú áldozatát Magyarországnak hívják. Miközben a világ országai szinte kivétel nélkül a társadalmi összefogásban, a demokráciába és a társadalmi szolidaritásba vetett hitben megerősödve fognak kijönni a koronavírus válságból, addig Magyarország egy primitív, a középkori értékrendre, a feudalista hatalmi struktúrára hajazó diktatúrában fog ébredni a járvány után.